Szeretettel köszöntök mindenkit, levelet kaptam a Pesti Központi Kerületi Bíróságtól, amelyben arról tájékoztatnak engem, ez egy végzés, hogy 30 nap elzárásra változtatják azt a 150 ezer forintos pénzbírságot, amelyet még a deáktéri késelés áldozataira való megemlékezés miatt szabtak ki rám, illetve többünkre. Ugye ennek az ügynek az a az érdekessége, hogy mi egy bejelentett sajtótájékoztatót tartottunk, tehát én egy sajtótájékoztatón a média jelenlétében mondtam el azt, hogy milyen fölháborító, hogy olyan állapotok vannak ma már Budapesten és az ország számos pontján, hogy tizenéves magyar fiatalokat csak úgy szórakozásból megölnek, meggyilkolnak, megkéselnek Budapest belvárosában. És ugye ezt a sajtótájékoztatót a cigány kisebbségi önkormányzat épülete előtt tartottam, és mivel ebben az időben, bár éppen már nyár elején tartottunk gyakorlatilag, de még mindig érvényben voltak azok a szigorú korlátozások, amelyeket most éppen, mint kiderült, hogy egy fideszes európai parlamenti képviselő sem tartott be Brüsszelben, amikor szexorgiára ment. Szóval hogyha rólunk van szó, akkor nagyon szigorúan betartatják ezeket a korlátozásokat, úgyhogy én sajtótájékoztatót sem tarthattam, ezért kaptam 150 ezer forintos pénzbírságot. Bevallom őszintén, hogy amikor megkaptam ezt a csekket a 7. kerületi rendőrkapitányságtól, akkor én ezt a csekket dühönben félredobtam, aztán elfeledkeztem arról, hogy befizessem, és amikor ezt a Pesti Központi Kerületi Bíróságtól ezt a levelet megkaptam, akkor utána másnap éppen bele is estem körülbelül a koronavírusba, úgyhogy aztán nem is válaszoltam a. Bíróságnak, viszont jogkövető állampolgárként a 150 ezer forintot azóta befizettem, egyébként a csekket sem találtam már meg, úgyhogy felvettem a kapcsolatot a 7. kerületi rendőrkapitánysággal, úgyhogy befizettem a 150 ezer forintot, de azt gondolom, hogy vérlázító, és én ezt nem is azért mondtam el, nem azért meséltem el, hogy én most sajnáltassam magam, egyébként megfordult az is a fejemben, hogy leülöm ezt a 30 napot, csak mivel éppen karácsony közeleg a gyermekeimre, a családomra gondolva, illetve a munkámra, hiszen itt most azért három hetet kiestem a munkából is Ásotthalmon polgármesterként a koronavírus miatt. A munkám az igencsak megszaporodott adventi időszak van ilyenkor, egyébként is rengeteg rendezvényünk is van, bár nyilvánvalóan most a korlátozások miatt ez a karácsony, ez az adventi Időszak is furcsa lesz, viszont végül is úgy döntöttem, hogy ezekre a, a körülményekre tekintettel inkább befizetem a 150 ezer forintot. Tehát nem azért meséltem el ezt a történetet, hogy magamat sajnáltassam, vagy, vagy azt akarjam bemutatni, hogy mi történik, hogyha valaki nem fizeti be a kiszabott bírságot, hanem mindezt azért osztom meg önökkel, veletek, mert ez is mutatja, hogy milyen helyzet van ma Magyarországon, miközben állítólag Magyarország és a magyarok az elsők. Ennek ellenére a rendszer így működik, hogy nem kitüntetést kaptam azért a munkáért, tehát a kapok azért a munkáért, hogy itt védjük például a déli határt, Magyarország határát, és szinte minden nap elkapunk illegális határsértőket hanem pénzbüntetést, hogyha ezt nem fizetem meg, akkor pedig elzárást, 30 napos fogdát, vagy akár börtönt is kaphatok azért, mert kiállunk a magyar áldozatok, azok mellett a magyar emberek mellett, akiket valamilyen jogsértés vagy támadás ér a saját hazájukban.